Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 18-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. És ehhez jön egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai. Ez a kártya vitákat, veszekedéseket mutat. Az ötös szám itt arra utal, hogy valaki befolyásolja őt, vagy az is lehet, hogy valaki megtámadja őt. És ez a vita, ez a veszekedés igazságtalan, ezt érzi ő is, erre mutat ez a kártya. Az igazság uralkodó nője trónol itt. De ez mutatja az igazságtalanságokat is. Az lehet egy bírósági ügy, vagy egy vállás. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezt mutatja ez a király. Ez a király a víz elemén uralkodik. És a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. És ez azt jelenti számotokra, hogy ez a férfi szeret titeket, de visszahúzódó és várakozó. A napi kártya viszont arra utal, hogy itt lesznek változások. A későbbiek során be fog számolni arról, hogy itt mi történt, de jelen pillanatban inkább visszahúzódó. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Természetesen kérhettek tőlem egy személyes jóslást is. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!